Tudtam, hogy bekövetkezik, de nem hittem, hogy ilyen hamar. Abdul feladta. A legutóbbi live-ban sokan írtátok, hogy Abdul barátunk feladta a küzdelmet, nem teljesen értettem, így hát gondoltam ránézek a TikTok oldalára. De sajnos azt nem találtam. Letiltott. Majd kénytelen voltam egy másik felhasználóról ránézni, amivel láttam, hogy az összes edzéssel kapcsolatos videót törölte. Kivéve természetesen a Kamu Gucci és Kamu Prádás videókat, illetve a Temu promóciót. Gucci vagy Prada? Gucci. Megjelen Magyarország legelső étrendtervező, kalóriaszámláló és receptelkészítő applikációja, az iFoodie, illetve személyedző applikációnk is, az iTrainer. Töltsd le őket most! Mint ahogy azt már végig kísérhettétek az elmúlt pár hétben, Abdul barátunk komoly elhatározásra szánta magát, miután nem egyszer szírott a live-jában. Fogjátok le Tali Ádámot bőnyállal! Mentségére szolgáljon, hogy ezek után bocsánatot kért, és elmondta, milyen jó edző is vagyok. Volt egy úgymond baktövésem, Tari Ádámmal szemben, amiért nagyon szégyellem magam. Köszönöm szépen, viszont ez a véleménye nem tartott túl sokáig, ugyanis az egyik live-jában, nem is annyira rég, Gézukára hivatkozva, hát másként vélekedett. 300 kilós gyereket tornáztatta, meg ugráltatni akarta. Adjatok már! Na de előre tekerve az időben elkezdett együtt dolgozni egy másik edzővel, aki szentül hitte, hogy majd ő átalakítja. Ő volt a Márk. Én nagyon-nagyon hiszem azt, hogy a mi stratégiánk az nagyon fog nálam működni, és ezt be is fogjuk szerintem bizonyítani. Most te a Cox-ra gondolsz, kedves Márk? Miért alakulhatott ki ez a jó-jó effektus? A válasz egyszerű. A nulla mentális erő miatt. Ennyi. Az előző Abdulos videóban ezt elmondtam, ugyanis Abdul nem saját maga miatt csinálja, hanem miattatok, a nézők miatt. Ha megint csak a nézőtől akarsz megfelelni, ami egyértelműen azért van, mert te show műsort akarsz csinálni, és hogyha ezt letagadod, akkor azért még elmondanám a nézőknek azt, hogy te külön elküldted nekem azt a videót, amikor edzel és reklámozod a Liszkai projektet, amivel nincsen gond, de te elküldted külön nekem privát üzenetbe TikTokon, mindenféle szia vagy hello nélkül, te belinkelted ezt a videót, hogy nézzem meg. Itt, aki fönt van, mit akar, nézettség, stb. Hát ez megy, azért social media. Csak ez így elég gáz, hogy ebbe is belebukott. De vajon mi lehetett a bukás oka? A válasz pedig az, hogy a nézőket egész egyszerűen nem érdekelte. Saját maga miatt csinálta volna, akkor nem hagyta volna abba, ugye? A saját egészsége miatt, amit elmondott már, hangsúlyozott már többször is. Muszáj lefogynod, mert ha nem, akkor az életemben kerül, azt érzem. Elfáradt a testem és érzem. Ezzel van az, hogy nem húzta tovább két hétnél. És hogy mi lett a nagy fogyás projektjének eredménye? 0 kiló. Cserben hagyva egy újabb edzőt, aki bizalmat fektetett belé. Amit 4 héttel ezelőtt elmondtam, az szó szerint beigazolódott. Nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, de én nagyon kíváncsi lennék a ti véleményetekre. Úgyhogy légy szíves, írjátok le kommentbe, hogy ti hogy látjátok, mit gondoltok. Minden esetre ezek után én már csak olyanokkal szeretnék foglalkozni, akik szintén készek beletenni a munkát, az energiát a közös munkánkba, és ez az egész nem csak egyoldalú. És inkább legyen kevesebb kliensem, akivel foglalkozni tudok, de azokra tudjak 100%-os figyelmet szentelni, hiszen ők, akik tényleg akarnak és készek beletenni a munkát és az energiát, ugyanezt megérdemlik tőlem is, hogy beletegyem. Ha szeretnéd a segítségemet kérni, vedd fel velem a kapcsolatot az itt található elérhetőségemen, vagy látogass el weboldalamra, ahol megtalálhatod az összes programomat és szolgáltatásomat. Még 5 klienst tudok elvállalni januárig, úgyhogy ha te tényleg komolyan gondolod és készen állsz belekezdeni, akkor keress. Mindenkinek peace!